Sziasztok és üdv én Arni vagyok, és a mai videónkban a Dev Challenge weboldalról fogunk beszélgetni, ami egy quiz oldal, és nem utolsó sorban a Dream Jobs csapatának köszönhetjük. Ha nem tudjátok, hogy ki vagy mi ez a Dream Jobs, hát ők egy álláshirdető platform, és jelen vannak Magyarországon és Romániában is egyaránt. De mint azt már megszokhattátok tőlem, minden hasznos linket, úgy a Dev Challenge weboldalt, vagy a Dream Jobshoz tartozó linkeket megtaláljátok a videó leírásában. Különösen örülök ennek a megkeresésnek, mivel a csatornától sem állnak távol a quizek, mint azt tudjátok a csatorna community tabján találtok pár kvizt, és nagyon király dolognak tartom azt, hogy ilyen platform ingyenesen elérhető bárki számára. No de először nézzük meg a platformot, és utána töltsünk ki közösen egy quiz-t. Szóval lesz Quiz is a videóban. Ha megnézzük a platformot, egyből a szemünkbe szökik ez a karosszám, amin láthatjátok, hogy futnak különböző bajnokságok, és ha már bajnokság, akkor ez azt jelenti, hogy vannak nyeremények is, mint látjátok. Itt a Best of Bajnokságban nyerhettek különböző Wars-os dolgokat, illetve minden egyes bajnokságnak van egy részvételi szabályzata, amire rákattintotok, akkor pontosan tudjátok majd, hogy mit is kell tennetek ahhoz, hogy valamelyiket innen a nyeremények közül megnyerjétek. Külön király dolog az, hogy van egy. Java Challenge is decemberben nyelhettek telefont, ajándékutalványt, illetve Legót. Én a legóna körülnék a legjobban, most megmutatom nektek miért. Mert nekem is van egy Legóm, ami arra vár, hogy kirakjam, ebből valószínűleg karácsony lesz de ártudító nagyon jól festene a rohamosztagos maszk mellett. És nem utolsó sorban nyerhettek egy online kurzus is a kódbázison, mint azt tudjátok róla, én nagyon szerettem a srácok a csatornáját, és tök menő, hogy van egy ilyen platform, ahol különböző frontendel kapcsolatos dolgokat tanulgathattok, és az is menő, hogy ide nyerhettek is egy ilyen ingyenes kurzust, és nem utolsó sorban, karosszában találtok, érdekel egy jobb munka részt is, ahol lényegében létrehozhatjátok a Dreamjobson a CV-teket, és már is elérhető válik rengeteg cég számára az ön életrajzotok. A quizek közt találtok frontend, backend vagy devopsoknak való quizeket, de ha csak kikapcsolódni és szórakozni szeretnél, akkor vannak szórakoztató quizek is, például itt van ez a karácsonyi quiz, vagy szuperhősök quiz, de találtok React kvízt is, vagy itt van Linux, agymenők quiz tök menő, Star Wars-os programozás alapjai, ha sportkedvelők vagytok, akkor olimpia, kvízt, és itt már kezdenek jönni az én kedvenceim, a CSS HTML, illetve a JavaScript quizek. És minden egyes quiznek vagyis a többségének, itt a jobb felső sarkában van egy ilyen serleg, ami a lényegében azt mutatja meg neked, hogy melyik nyereményjátékban, melyik bajnokságban tudsz részt venni azzal, hogyha kitöltöd ezt a Kvízt. És a már ranglista meg bajnokság, van egy ranglista is, itt az oldal alján láthatjátok, vagy itt fent a nav de erre nem fogunk rá kattintani, mivel ott embereknek az adatai vannak, és én nem szeretném a nevüket megmutatni a videómban, és egyszerűen ez az indok azért, hogy miért nem kattintok rá, de amúgy egy tök menő dolog, ki tudod választani a kategóriákat, amiben ellenőrizni akarod a heti, a múlt heti, vagy az old time ranglistát, és ha ilyen versengő típus vagy, akkor ez pont neked való, mivel lényegében a virtuális ranglistát uralhatod, ha éppenséggel úgy van, vagy versenyezhetsz az első helyen. Többek közt létrehozhat kihívásokat, kihívhatod a barátaidat, meg hasonló dolgok, lehet mi is fogunk egy ilyet csinálni közösen, itt karácsony előtt egy kis verseny. És még mielőtt belevágnánk a quizbe, egy HTML quizzt fogunk együtt kitölteni, vagyis én fogom kitölteni, ti csak nézni fogjátok, mert ez egy videó. Beszéljünk egy kicsit a kizeknek az ilyen jótékony hatásairól. Először is kikapcsol, szórakoztató, nem hiába mentek akkor át a quiz műsorok a tévében. Most mindenki gondoljon egy címre, nem fogom videóban kimondani őket, meg ki tudja milyen bajom származott belőle, de a quizek szórakoztatóak úgy alapjáraton és nem utolsó sorban letesztelik elég hamar a tudásodat, és rámutatnak a hiányosságokra. Mivel te is tudod, hogy melyik volt az a válasz, amire így magabiztosan válaszoltál, és melyik volt az, amiknél mélyláztál, és úgy nem tudtad, hogy most ez a pontos válasz, vagy semmi, csak mákod volt a végén. Valószínűleg nekem is lesz olyan, amikor kitöltöm a quizzt. És a legnagyobb előnye ezeknek a quizeknek, már kitöltöttem jó párat, JavaScript, CSS és HTML kategóriában, hogy nagyon hasonlítanak azokra a kérdésekre, amik az újra tervezésben elhangzanak. Mondjuk normális is, hogy hasonlítanak rá, mivel három technológiáról van szó, és ez egy tech tud, szóval hasonlítani fognak a kérdések. Nem tudom, hogy ez mennyire volt, úgymond szándékos a készítők részéről, de tök király, hogyha te jelentkeznék például az újratervezés 30 ára ami valószínűleg jövőre lesz újból, akkor itt felkészülhetsz. Egy-kettő rávilágít arra, mint azt már mondtam, hogy mik a hiányosságaid, mik az erősségeid, miken kell javítani, és egyszerűen fogod szokni a kvízeket, ami egy nagy bónusz. És mint mondtam, tök ingyen van, a videó leírásában pedig megtalálod a linket a Dev Challenge oldalhoz. És akkor már nincs más hátra, mint előre, és kattintsunk a kvízre. Itt fogok egy kicsit zoomolni, így, hogy jobban látható legyen a számotokra. Á, és még egy dolog, itt vannak ilyen csomagok, most veszem észre, amiben meg kell keresned a DevChallenge-ben az őt elrejtett ajándékcsomagot, ahhoz, hogy részt vegyél a sorsoláson. Tök Szóval már-már szinte fizetnek azért, hogy quizeket töltsünk ki. Hihetetlen gyerekek, hihetetlen. Szóval indítsuk el a kvízt. Jól látszik, jól látszik, úgy látom, jó? Az alábbiak közül melyik input típus? Hát az image az input típus, a photograph, picture, painting az nem. Image, image az input típus. Az alábbi tegek közül melyiket használhatjuk szöveg kiemelésére, vagy szöveg kinézetének megváltoztatására? Fú, hát a B az a bold, az I az az italik, hát a a D az, az azt hiszem nem is létezik, az a tag és az A. Szöveg kiemelése vagy szöveg kiemelési. Hát a lényegében rátesszük az áteget, mert úgy szépen ki lesz szemel, és másképp fog kinézni, de nem az a célja, hogy a ilyen korteg. Szóval remélem ez nem lesz benne a helyes válaszokban jó. Mire használható a DT tag? Definíciós lista egy kifejezésének definiálása az a DD. Legördülő lista megadása biztos nem. Definíciós lista egy kifejezésének megadása. Definition term? Lehet ez? tag. Hát a definition list listákkal nem vagyok úgymond a topon, ha ilyet mondhatok. Milyen jó a no scriptek? Alternatív tartalom megjelenítésére, amennyiben a felhasználó letiltotta, vagy böngészője nem támogatja a script futtatást, nincs ilyen script, hát van, ilyen, van ilyen, tag, azt jelzi, hogy az oldalunk nem használ a JavaScript-et. Olyan is nem, nem, hát ez egy alternatív tartalom kell legyen, hát csak az lehet no script. Az ábrak közül melyek szemantikus elemek? Hát az article az az, a section az az, a div meg a span az nem, azok a régiek. Az ábrak közül mit nem lehet HTML-ben csinálni? képeket megjeleníteni, jó, azt lehet, változókat deklarálni, táblázatot készíteni, ciklusokat írni. Hát a skriptekben lehet ciklusokat írni és változókat deklarálni, de oké. Okay. Mi a hiba az kód részletben? H1 cím, jó, van ilyen tag. Nincs HR tag HTML-ben, a HR teget csak P vagy div elemekben belül lehet használni. Hát a HR tagnek nem kell záró tag. Erre tippelek. Az elemi tegek közül melyik használatos űrlap létrehozásánál? Hát az input az biztos. Van text area. De hogy a szemp vagy a kód, nem hiszem, hogy azok kellenek űrlaphoz. Az elemiak közül melyik blok szintű tag? A form az az, Na, ez olyan blokk, blokk szintű, mert húz egy vonalat. És utána van short törés, és text area, vagy a span, hát a span biztos nem. Hát a text meg reménykedjünk. Az állabbi tegek közül melyiket használhatjuk szöveg kiemelésére, vagy szöveg kinézetének megváltoztatására? Fú, sub, sub, talán ez a kettő az. És nézzük, fú, 1352 pont gyerekek. Azt mondja, hogy az elvek közül melyik input típus, image, jó, ezt eltaláltuk. Ezt a kettőt is eltaláltuk a második kérdésnél. Mire használható a DT tag, Definíciós kifejezések meg? Hát igen, ezt is eltaláltuk. A no script tag, az is megvolt. Az elvek melyik nem szomatikus elvek, jó. Tehát ezt a kettőt. Az közül, jó, ez is megvan. De azt kell mondom, az összeset eltaláltuk. Tök jó. És ha tovább megyünk az eredményekhez, akkor itt láthatjátok, hogy van egy ilyen elemző, amiben szépen elmondja nektek, hogy hogyan is sikerült ez az egész dolog, meg vannak szintek, amiket lehet lépni. Megoszthatjátok Facebookon vagy LinkedIn-en ezt az egészet. A javítok az eredményre gombra kattintva egy újabb quiz tölthettek ki, vagy hozzáadhatjátok a self-branding profilotokhoz. És egy lejjebb görgettek, akkor itt lesz egy ilyen ranglista, amit most nem fogok megmutatni, mert lehet vannak rajta más emberek is, és mint azt már mondtam, nem szeretném megmutatni a videóban más emberek nevét. Főleg úgy, hogy ez egy olyan platform, ahol nem nick vannak fenn az emberek, hanem saját nevükkel, mert kivétel vagyok ez a És végszóként töltsétek ki minél többen ezeket a küzeket. Ha vannak olyan témák vagy témakörök, amik nem mennek, osszátok meg őket a komment szekcióban, és lehet készítünk rá egy videót, amivel úgymond tisztába tesszük ezt az egészet. Én Arni voltam, köszönöm, hogy megnézted a videót, ha tetszett, dob rá egy lájkot, ha még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornára, és találkozunk a következő részben, addig is jó kvízezést, sziasztok!